Servita templom mellett hamarosan óvoda épül, azonban ezt megelőzően próbafeltárást végeztek a Dobó István Vármúzeum régészei. Március 22-én kezdték a munkát a rendház melletti területen, ami, mint ahogy az ásatáson kiderült, igen gazdag leletállománnyal rendelkezik. Itt ment így ebbe az irányba a falunk, itt véget ért valamiért, és rajta volt az a réteg, ez a paticsos réteg, ez a leomlott házfala. És ezt így nem bontottuk eddig le. Most kezdtük el, és akkor kiderült, hogy ugye a fal itt folytatódik. Ez például egy törökkori falmaradvány, ami vélhetően valamilyen házként vagy műhelyként szolgálhatott, ugyanis egy jelentős méretű gödör is helyet kapott benne. Vagy házikó, vagy valamilyen műhely lehetett, mert hogy a közepén benne van a gödör, de egykorú az egész, tehát a falak is, meg a gödör is itt, mint törökkor. Úgyhogy ezért még nem igazán tudjuk, hogy mi lehetett. Több kutatóárkot is ástak a régészek annak érdekében, hogy minél nagyobb számú leletállomány dokumentáljanak és restauráljanak. Itt látszik egy, hát valószínű középkorinak tartható fal, az értelmezésével még óvatosak vagyunk, de tudjuk, hogy a ferences rendi Klarisszáknak volt itt a 14. században kolostora, és most még a leletanyag feldolgozása előtt lehet azt mondani, hogy talán ennek valamilyen épületfala került elő, illetve előtt egy ilyen facölöpös előzmény, ami után később épült ez a elég vastag kőfal. Tehát ez biztos, hogy középkori ebben az árokban. Most a kollégám a metszetfalat rajzolja. Ez már igazából a régészeti feltárásnak szinte az utolsó fázisa. Ez az épületfal pedig már a középkorra tehető. Itt a feltárás utolsó fázisánál tartanak. Számos korszakot felsorakoztató leletállományra bukkantak az érintett lelőhelyen. Így például őskori köveket és koraújkori kályhamaradványokat is találtak. Március vége óta végzünk egy próbafeltárást itt a Servita templom mellett, egy óvodaépítéshez kapcsolódóan, és hát több korszakból találtunk már régészeti leleteket. Egészen az Árpád-kortól egy árpád-kori tűzhelyet találtunk, a törökkorig, középkoron keresztül a törökkorig bezárólag találtunk régészeti jelenségeket, falakat. Jellegzetesen az adott korszakra jellemző kerámiát, ugye törökkorban főleg a talpastálak, mázas kerámiák voltak használatban, árpád-kori jellegzetes kerámia, ezüstérme, amely nagyon jó a régészeti jelenségek keltezéséhez, állatcsontot nagy mennyiségben, fémtárgyakat, ugye ebben segített egy önkéntes fémkeresős is a régészeti feltárás során. A tárgyak azok mindig viszonylag rossz állapotban, töredékesen kerülnek elő egy feltárás során. A restaurátorok keze között válnak olyanná, ami azért már a nagy közönségnek bemutatható. A pénzérméket is tisztítani, restaurálni kell, és a többi leletet is nyilván vizsgálni. Ezen a területen még gyakorlatilag nem volt szisztematikus régészeti feltárás. Ez teszi ezeket a leleteket azért egyedülállóvá is, különlegessé. De az adott korszakra jellegzetes és jellemző leletek kerültek elő. Az árpád-kori kint használatos tűzhely is érdekes darabja a leletállománynak, amiben például szabad szemmel is jól láthatóak az égett agyagon megmaradt szén és hamu maradványok. A korszakra jellemző kerámiákat itt, ugye ezt mondtam, hogy őskori, ez mondjuk kőeszköz éppen, az egy kerámia, és a török ugye a talpastál, amiről már szó volt, meg az egyéb törökkori mázas kerámia itt. És akkor ez a három zacskó, ez meg Árpád-kor, tehát ez tipikusan arra a korszakra jellemző kerámia típus. Tehát ez ott, ahol a tűzhely előkerült, abban a kutatóárokban találtuk. A tervek szerint a restaurálást követően megtekinthetőek lesznek az értékes leletek a Dobó István Vármúzeumban.